Mondhatjunk úgy, hogy az összes szentírás egy rangúan kihangsúlyozza, főleg erre a korszakra a lelki gyakorlatot, ami valós eredményt fog nekünk adni, és én most elmondom egy szanszkrit verset, és utána megmondom a fordításot. Harirnáma, 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 éva kélevam, kalaun, asztjéva, gatir anyad ha. Azt mondja, hogy kalau, a kalikorba, ebbe a vaskorba, ahol mi élünk, harirnáma, 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 háromszor. A védikus nyelv grammatikában, a szanszkrit grammatikában, az a szabály, hogyha valami ismételve van, ez nem számít hibának, hanem hangsúlyozásnak, hogy nagyon, valami nagyon fontos, amit kell, hogy átmenjen. És azért mondja, hogy Szent Név, Istenek a neve éneklése, Istenek a neve éneklése, Istenek a neve éneklése, és aki milyen tradícióban van, csak ezt kell énekelni, és utána megint háromszor mondja, Nasztjéva, 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 Gatir. Nincs, nincs, nincs. Gatir, más út. Gatir, anyja. Más út nincs. Háromszor vagy nincs, nincs, nincs más út. Szóval ezt egy rangon összes szentírást nyomatékosan nem javasolja, parancsolja.